Sziasztok! Ma feltöltöttem a Mountain Blade Warband végigjátszásomat viking módra, és itt maradt abból ugye, hogy kell kövessem Nudariart, mert ugye hadra kerültünk Svadiával, és ugye meg is indult úgymond a hadjárat ellenük, szóval kövessük ugye a Jart, és lássuk, hogy merre megyünk. A bevételem az ugye nem rossz, de négy város ugye az nem adott ugye bevételt, mert ugye ellenséges terület, plusz Knudar Jarl hivat. 6 tehenet, oké, várjunk. Rendben, azt pont itt meg is veszem, és akkor ugye meg is lesz a küldetés. Plusz ugye néha jó megkérdezni a falusiaktól, hogy hogyan élnek, és hogyha ugye valamelyiknek például beteg a gyereke, akkor hogyha segítesz, akkor ugye egy kicsit megkedvelnek. És ha minden igaz, egy pontot ér, úgymond az a segítés. Na, még vagy két falusitól megkérdem, aztán hogyha nem adja be, akkor mindegy. Oké, talán ő ott. Jóha, itt nagyon egyedül vagyunk, lady. király, pont beadta. És meg is lett a küldetés. Oké, visszakaptam 600 dénárt, szóval annyira nem rossz. Jön ott egy nemes fosztogatni. Harcoljunk. Mindössze egy hírnevet kapok, ami nem valami sok. Jó nagy felszín van amúgy. Csak annyi az egész, ugye, hogy a karakterem az még nem valami jó, úgymond. Mert ugye kétkezes képessége nem igazán van, plusz ugye ütőerő az szintén nem valami erős. Még ugye sokat kell fejlesztem a karaktert. Megdobtam. Oké, easy. Várjunk, a végén pedig nem is kaptam hírnevet. Oh. Oké, szóval derítsen fel ugye Emirint, Kide és Amere. Emirin, Kide és... oké, menjünk erre. Körbe ugye. Ha minden igaz, Drihimet támadják. Itt harcol ugye Dirigun Jarl és Rimusk Gróf. Plusz ha jól látom, akkor a svadiaiak védekeznek. Még nagyon jó lenne ugye fejleszteni a futóképességet, mert elég lassú a karakter. Igaz ugye, hogy a páncél is egy kicsit nehéz.
Várjunk, én nem nagyon mennék előre az embereimmel. Mondjuk az íjászokat hozom, de a gyalogságot azt nem. Igen, ugye védekeznek. Van néhány jó íjászom? Wow. Lőttek az íjászaik. Ja, hagyom, hogy a szövetséges menjen előre. Oké, amúgy az íjászokat ugye felküldöm oda. És... ugye elég közel vagyok már az ellenséghez. És ugye el is kezdték lőni az ellenséget. Plusz a szövetséges az ott van lent. Ja, elég szépen tizedelik őket az íjászok. Áú, ujjúj. Ó, oh, hogy az a... Ájjajjaj, előbb kellett volna váltani. Oké, okay, amúgy... oké, okay, mindegy. Irány Ameréhez. Ott van Ragnar király is Drihimnél. Ne vigye el azt a strázsamestert meg a hülye kalapácsát. Ó! Oh. Megjöttek a svadiaiak, ám bár kevesen vannak ők. Oké, okay, amúgy Matild szintet lépett. Oké, okay, hogy elnézem, elfoglalják ugye a várost a nordok. Oké, okay, ugye olyan páncél, ami nekem kéne, az nincsen. Van huskarl kerekpajzs, de nekem ugye a vastag huskarl kerekpajzs kéne. Ó, mi a fene? Nyeles bárd? Ezt még nem is igazán láttam, ezt a fegyvert. Érdekes. Oké, okay, amúgy Catherine-t nem akarja visszaadni? Oké, okay, még nem. Oké, okay, szerezzek egy nemes urat, ugye, svadiai nemest. Rendben. Az azt hiszem megoldható. Várjunk. Ezek harcolni akarnak? Oké, okay, remélem, hogy a kettőből az egyiket legalább fogjul tudom ejteni. Szép magaslat. Oké, okay, amúgy azt hiszem jönnek ők. Oké, okay, bár jól látom, ugye kitér az ellenség nekem balra.
Van azért jó néhány lovagjuk, ha jól látom. Oké, a lovassággal ugye rámennék az íjászaikra. Na, mondjuk nagy lovasságom nincsen. Ugye kartforgató nők csak. És abból is csak négy. Mondjuk annyira nem rossz egység a kartforgató nő, de ugye nem svadiai lovag. Az egyik engem vett célba. Oké, ugye 5 embert elveszítettem, ami tűrhető, mert meg is lett ugye a fogoly. Oké, szóval van olyan, hogy íjász és némi veterán. Oké, a 4 kartforgató nőből pedig maradt ugye mindössze 2. Rendben, hol van a király? Az itt a kérdés. Ha minden igaz, Sargodba megy. Igen, ugye Sargod felé tart. Jó lenne, ugye be is adjam a küldetést, hogy nehogy elmeneküljön a Lord, ugye. Na várjunk, hogy nincs itt? Várjunk, Ambeánhoz lehet. Ó. Oh. Ah, szóval erre tart. És meg is lett, ugye? Oké, más küldetés pedig nincsen. Plusz ugye meg kéne látogatni a hölgyeményt. De előbb benézünk Sargodba. Van ugye némi rohadt husika, azt el kell adjuk. Veszünk szőlőt helyette, meg még szárított husi, gabona, gyümölcs, ez az. Király, káposztánk van? Van, jó. Esetleg valami jó páncél. Extra 2 lábvédelem. Hogy őszinte legyek, nem éri meg ugye, de... talán majd egyszer. Extra 2 lábvédelmet adna. Ami annyira nem lényeges, mert ugye gyalogosan harcolunk. De annyi az egész 26 ezer. Oké, már van kemény 10-es befolyásom. Nézzünk el Tír városába. Hát itt sincs semmi olyan, ami nekem okés lenne.
Oké, talán valami küldetés, ugye? Oké, hogy elnézem, nincsen. Talán jelbegiben van. Amúgy hol van Reamald Jarl? Terrogvár a közelében? Ha minden igaz, elkaptak egy fosztogató svadiai csapatot. Hova a fenébe lett ez? Ismiral a vára, de hát nincs itt. Itt van ugye Jarek Jarl. Azt mondja, hogy Tahberl. Várjunk, Tahber, az hol van? Ó, te jó ég! Hogy az a... Hogy ment ez ide? Ragnar király úgy döntött, neked adományozza birtokát! Kapok még egy birtokot? Oké. De milyen birtokot? Várost? Nem, a város nem az enyém. Várjunk. Enyém ugye Hayen és Burglen. Rendben. Rendben. Ó, várjuk, ha vissza akarom venni ugye a hőst, akkor el kell küldjek valamit, na mindegy, vagy valakit. Irány Burglen, mert ugye ide is elkezdek építeni egy iskolát. Igaz, hogy innen sose fogok fölvenni ugye a katonákat, de nem baj. De ugye az iskolát azt megépítem. Várjunk, támadják... hello. Oké, és vadiaiak. Támadják Sunnót, de ki támadja Sunnót? Hoppá. Ebbe beleszaladtam. Nincs valami jobb csatatér? De van. Nagyon sok a lovas. De itt a folyó, ugye? Előre ugye a kemény húskárlokkal. A gyalogságuk az ugye nem valami erős. Látszik rajta, ugye sok az újonc, de azok a lovagok, meg lovasok, ai. De itt a folyóban szerintem megfogjuk őket.
Ó, kaptam egy achievementet. Gondolom dobó, várjunk, milyen achievement? Legyen ugye egy olyan sebzésem, ami 5-ös, 5-től nagyobb sebzés, ugye dobó fegyverrel. Baltát nekik! Baltát a képükbe! Lovagok, mi? Az ellenségnek is volt kardforgató nője. Oké, a terep amúgy eléggé megkönnyítette a dolgot. Ám bár mindössze 5 halottam van, valójában az nagyon kevés, ugye 5 halott. Sokkal többre számítottam. De ez a terep ugye, ez megnyerte azért a csatát nekünk. Minimálisabb veszteséggel. Ujjjjj! Ha lesebesülök, ugye nem lesz hírnév a csata végén. Szóval, ja. Erre ugye vigyázni kell. Ó, várjunk, menekülőre fogták amúgy. Oké, ugye elmenekült az a 2 milicista, és mindössze tényleg 5 veszteségem lett, amiből 1 huskarl és 2 nord veterán. Egy nord harcos és egy... nem, 2 nord veterán, egy nord harcos, lett egy... és ugye felbérelt harcos is meghalt. Ó, még vannak 9-en. Ami kicsit rossz ugye a Warbandban, hogyha például felhúzom több mint 306-ra ugye a létszámot, akkor már ugye bebeszaggat a játék csatában, ami nagyon rossz. Pedig olyan király lenne ez a játék egy update-tal ugye, és legalább úgy lenne, mint a Bannerlordban, hogy legalább egy olyan 1000 embert elbírna a játék ugye, és nem szaggatna a csata közben, az tökéletes lenne. Sőt, mondanám, hogy a Warband jobb lenne, mint a Bannerlord. Mert jelenleg ugye a Warbanddal az a baj, hogy a csaták nem olyan nagyok, mint például a Bannerlordban. Az milyen fejszét kapott a fejébe! Veszélyesek ezek a nord veteránok amúgy, meg huskarlok. Oké, amúgy a izét elengedem ugye a lordot, mert akarom növelni a megbecsültségemet.
Oké, okay, két és hat extra huskarl, ugye két Nord veterán. Majdnem minden emberem max szinten van, kivéve ugye a Nord veterán, de hát a Nord veterán is egy elképesztően jó egység. És a Nordok vannak itt, ja. Hát, hogy elnézem, elfoglalják a várost. Ám bár, ha minden igaz, akkor... nem, nem támadják Drihimet. Svadiaiak amúgy eléggé le vannak gyengülve. Oké, ugye szabadítsuk meg Lindahot. A 42 erdélyi zsövány megszállta a falut. Hát de, szállj már le! Várjuk, kaptam még egy achievementet. Legyen 75 ölésem ugye dobó fegyverrel. Holy hand grenade. Hey. Mennyi a védője Pravennek, és kik vannak itt? Oké, okay, Harlaus király ugye itt van 155 emberrel. Itt van még Hamezan gróf is. Saranida amúgy. Plusz ugye 330 védő. 43 lovag, 61 strázsamester, 131 lövész, az szép. Hogy őszintén legyek, megküzdenék Harlaus királlyal. De ugye nagyon nagy lenne a veszteség, de... kell a hírnév. Annyi az egész, hogy kell a hírnév. Ó, pont legyőzték a Nord Lordot. Várjunk, fogjul ejtették amúgy? Igen, fogjul ejtették, szóval ki kell szabadítsam. Nem, mint hogyha nagyon érdekelne, ugye, de kapok, ha ugye kapok négy hírnevet plusz némi befolyást a Lordnál, akkor oké. Okay. Már azért megéri. Nagyon jól néznek ki amúgy ezek a huskárlok. Ezek nem valami erősek.
Oké, okay, megint ugye négyen maradtak, akik menekülőre fogták. Na, mondjuk el is menekültek, vagy ugye levágták őket. Ja, kaptam ugye 7 befolyást, plusz... Nord veterán íjász, plusz némi harcos, meg képzett gyalogos. Ó, ennek a karakternek szintén van 2 veterán fogja és veterán íjásza is. Oké, okay, bár bemegy Pravenbe. Pravenbe amúgy nagyon sok a Nord fogoly, ami nagyon kell nekem, ugye? És nagyon jó. Megküzdeni Harlaus királlyal! 90 jó emberem van. Megint hív a hölgyemény. Hogy őszinte egyek, nagyon jó lenne megküzdeni Harlaus királlyal, de ugye egy olyan helyen, ahol kapok valami terepelőnyt, szóval ugye dombos terület legyen. Mindössze 22 fegyveresem van. Francokat. Nem küzdök meg vele. Van ugye 20 strázsa mester, 25 mesterlövész, 18 fogoly. Túl nagy lenne a veszteség, és lehet, hogy a végén nem is győznénk. Nem érné meg valójában. Szerintem egyáltalán nem érné meg. Oké, okay, támadják Drihimet amúgy. Nem, valójában nem támadják. Ide jöttek a Nordok, aztán elkergették őket. Burglent fosztogatják. Oké, okay, te kicsit kezdenek amúgy sokan lenni, ugye van összesen 1, 2, 3, 4, 5 Lord. Kíváncsi vagyok, hogy nem támadnak ki rám amúgy. De. a francba. 264. Hoppá. Oké, okay, lehet, hogy egy kicsit alá becsültem a létszámot. Oké. Okay. Rendben. Vikingek. Harcra fel. Gyalogság ugye minél közelebb egymáshoz. Ha minden igaz, akkor az egységeik azok ugye nem olyan jók. Szóval sok közöttük az újonc. És ahogy elnézem, csak simán rohamoznak, ami nagyon jó. Milyen a magaslat. Puskárlok pajzsfalba, aztán hadd jöjjen az ellenség. Szép! Szép! Hé, ne engem! Kevés az íjász egy kicsit talán. Mondjuk a Nordoknál nem is hiszem, hogy kell több íjász. Mondjuk, hogyha ugye minél nagyobb seregem lesz, ugye ahogy növekszik a sereg, azért néha-néha egy extra íjász jól jöhet. Megöltek-e?
Oké, vissza a magaslatra. Mindenki támadás! Annyi az egész, ugye, hogy az íjászok kifogytak. Nem megyek előre, félek lesebesülök. Nem lesz ugye hírnév a csata végén. Oké, még vannak 15-en. Eddig 11 halottan van, ami nem is olyan sok valójában. 11 emberveszteség. A hírnévért megéri. Szerintem kapok egy olyan 20-at. Oké, ez egész jó volt, plusz... elengedjük. Valami jó foglyok nem lettek annyi az egész, de mindegy. Lett némi szintlépés, plusz még mindig van összesen 33 húskárlom, ami jó ugye. 22 íjász. Valójában kéne legalább egy olyan 30 íjászom legyen. Talán az lenne a legjobb. A izét kéne fejleszteni ugye a futást. Mondjuk a védelem is jó. Ugye minél jobb a védelme, annál kevesebbet sebeznek a pajzson. Plusz ugye Lezalitnak nagyon kell fejlesztem a izét, a kiképzést. Neki ugye el kell érje a izét, a 10-es kiképzést. Oké, plusz ugye én is szintet léptem. Kéne fejlesztem ugye a izét, a személyiséget, hogy fejlesztem a vezetői képességemet. Plusz legyen még fogolytartás. Tudja, hogy lesz olyan helyzet ugye, ahol rengeteg foglyot tudok majd ejteni. Burgland pedig nem még támadják. Oké, irány ugye Nord terület, és... vegyek fel újoncokat. 13 rekruta. Nagyjából ennyi is. Plusz ugye irány a sargotba, mert ugye hívott a király. Plusz meglátogatjuk a hölgyeményt is. Ó, tényleg, Reamald. Adod vissza Catherine-t? El kell küldjek egy rekrutát. Arti is ugye szintet lépett.
Neki is kéne ugye minél jobb mérnöki tudás. Oké, új küldetése az nincsen. Nem tudom, szerintem, hogyha elérek egy olyan 20-as befolyást, akkor lehetne egy házasságkötés. Lehet nekem adja amúgy Rolunszt, ugye? A király, de úgy van vele eddig, hogy saját magának adja. Oké, ugye valami jó felszerelés az nincs, nekem van némi cuccom, amit el kell adjak. És nincs pajzs sem. Van hajító dárda. Kéne csinálni némi küldetést amúgy faluknak. Csak annyi az egész, hogy elnézem, nincsen. Fejrikent támadják. Fejlesztek még némi íjászt. Legyőzhettem volna azt a nemes, de jelenleg semmi kedvem hozzá. És ahogy elnézem, itt sincs küldetés. Amúgy még mindig azon gondolkodom, hogy Verceget kéne majd elfoglaljam. Csak a probléma ugye Verceggel az, hogy annak alap kezdővárosi őrsége van ugye. Rengeteg huskár, meg veterán íjász, meg nord veterán védi. Oké, hogy elnézem, ezeknek a faluknak itt nem nagyon van küldetése. Hogy őszinte legyek, inkább csinálnék izé küldetést. C-mestereknek ugye, ilyen zsiványok előkerítéses küldetés, mert ugye abból jó izé jön, jó tapasztalat. Nekem is, meg ugyanúgy a hősöknek. Várjunk, nincs küldetése? Az hogy lehet, hogy nincs küldetése? Na jó, az durva. Oké, van egy jó kesztyű, de... Oké, ezt megveszem. Ugye nem 10-es kesztyű, ugye? Csak 8-as, de az is oké. Marnidnak például nincsen, szóval most már van. Menjünk el akkor Vercsekbe, talán ott lesz egy küldetés. És van lovagi torna is amúgy. Előkelő lemezpáncél. Hát igen. 137.154 dénárért. 61 testpáncél, 23 lábvédelem. Az azért durva. Oké, ezt a tornát meg kéne nyerni.
Várjunk, ő Mateld, nem? De Mateld. Oké, okay, ez gyors volt amúgy. És ha minden igaz, akkor ugye a felbérelt harcos ellen kell harcoljak. Amúgy nem köcsökség, hogy nem hagyok neki időt, hogy felálljon? És ugye harcolni tudjon? Szerintem az. Na de mindegy. Á, izé, te jó ég, karaván kísérős küldim van, de ugye Durgubába kell küldjem, vagy kísérjem. Az elég messze van amúgy. Oké, és meg is érkeztem, ugye? Ezért a küldetésért is lehet egész jó tapasztalatot kapni, ugye? De talán még mindig a legjobb küldetés a izé. Mikor ugye zsiványokat kell elkapni. Igen, ugye sivatagi zsiványokat kell elintézzek. Megerősített pántos vért. Áááá, király. Extra 2 testpáncél, extra 2 lábvédelem. Hogy őszinte egy extra 2-ért nem tűnik annyira jónak, de... Mégiscsak extra 2, ugye? ...63 testpáncél lesz és 53 lábvédelem. Plusz ugye ezt a vastag pántos vértet pedig odaadom, odaadom az egyik hősnek, de ennél a pántos vértnél még van jobb is, ami 55 a 20-szal, azt hiszem. És ezt ugye odaadom Marnit. Ó, nem is tudja használni. Akkor legyen Nizar. Oké, Nizar tudja használni. Hát, sok pénzem nincsen. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy akkor zárom a videót, és akkor ugye a következő rész pedig azzal kezdem, ugye, hogy el kell kapjak itt egy csapat zsöványt, akik ugye kifosztottak karavánt, ami ugye már a következő részben lesz. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!